A British Pédia idén hatodik alkalommal adott ki Magyarországon egy olyan válogatást, amelyben hazánk sikeres személyiségeit gyűjtötték össze. A legutóbbi kiadványba Drimba Tibor Maros Lele polgármestere is bekerült. Elmondása szerint azonban nem rövid politikai pályafutásának apropóján, hanem közel egy évtizede végzett fiatalokkal foglalkozó prevenciós bűnmegelőzési tevékenységét tartották említésre méltónak. Mint megtudtuk, egy e-mailes megkereséssel kezdődött a folyamat, amely igen hosszú volt, mire a könyvet először kézbe vehették az olvasók. Válaszoltam erre az e-mailre, hogy elfogadom nyilván örömmel, fogadtam egyet a megkeresést, és büszkén. Utána telefonon keresztül egy, egy óra hossz, több mint egy óra hosszás interjút készítettek velem, elég részletes, aprólékos, sem kitértek mindenre és miután ez az interjú megtörtént, akkor e-mailben megkaptam átnézésre, akkor még lehetett korrigálni, gyakorlatilag egy-két-három alkalommal történt még ilyen egyeztetés, korrigálás, és a, amikor véglegesíteni lehetett, akkor küldtem el én az, az utolsó e-mailt, hogy akkor ebbe a formába megjelenhet. Drimba Tibor elmondta, meggyőződése, hogy fontosak azok a találkozások, amelyeket ő előadás helyett inkább bűnmegelőzési beszélgetéseknek szokott nevezni, és amelyekkel már számos településen megfordult az évek során. Egy jó helyes irány mutatni az... az lehet, hogy nagy szavaknak tűnnek el, hogy kötelességünk, de valóban én úgy érzem, hogy az, hiszen ha visszaemlékszünk, így közel 50 évesen azért még emlékszem arra, amikor nekem is próbálták a jó iránt mutatni. Nyilván a körülöttünk lévő pedagógusok is, egyértelmű, hogy szüleink is, és mindenki, aki azt szerette volna, hogy jó irányba haladjon az életünk, így én úgy gondolom, hogy nekünk is ez kötelességünk, főleg, hogyha az ember olyan helyzetben van, hogy meg is teheti ezt. A büntetés végrehajtásnál eltöltött 18 évem alatt azért nagyon sok lecsúszott fiatal életet követhettem végig, és én úgy gondolom, hogy ha ezekről egy hiteles tájékoztatást kapnak, akkor lehet, hogy meggondolják kétszer is, hogy milyen dologba vegyenek részt, aminek esetleg aztán egy ilyen negatív következménye lenne. Az aranymetszéses, bőrkötésben megjelent könyvben minden területről szerepelnek sikeres emberek, köztük például Koltai Róbert, Déta Renikő, Besenyei Ferenc vagy éppen Kovács Kokó István, de a tudományos életből és a politikából is kerültek be fontos személyek. A kiadvány Magyarország 17 nagykönyvtárában megtalálható, egy példány pedig a Maroslelei intézményben is helyet kapott.